Emmanuel Macron elnöknek igaza van ezzel a felütéssel tett közzé egy bejegyzést Orbán Viktor a Twitteren. A kormányfő a francia elnök egyik interjújára utalt, amelyben Emmanuel Macron arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború feszültséget eredményezett az Egyesült Államok és Európa Szövetségében. A kormányfő ennek kapcsán azt írta, ha azt akarjuk, hogy az európai ipar fennmaradjon, gyorsan kell kezelnünk az európai energiaválságot. I think this administration úgy vélem, hogy az amerikai kormány és személyesen Biden elnök is nagyon kötődik Európához. De ha megnézzük a mai helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy a korábbi kapcsolat egyensúlya felborult. Hogy miért? A válasz az energia. Ezt mondta Emmanuel Macron az amerikai CBS televíziónak adott interjújában. A francia elnök ezzel egyértelműen arra utalt, hogy az orosz energiafüggőség megszüntetése és a brüsszeli szankciók miatt Európa az amerikai piacról kezdett energiát vásárolni de nagyságrendekkel drágábban, mint azt korábban Oroszországtól kapta. Sőt, az amerikai vállalkozások és háztartások is olcsóbban kapják az energiahordozókat, mint Európa. Hatszoros árkülönbségről van szó. A francia elnök azt mondta, a barátok nem így viselkednek egymással. Szerinte az ukrajnai háborúban közös Európa és Amerika érdeke, de nem ugyanakkor hárat fizetnek érte. Úgy fogalmazott, európai iparának egy része megsemmisülhet a háború okozta gazdasági válságban. Emmanuel Macron elnöknek igaza van, ezt írt a Twitter oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésben világosá tette, hogy az ukrajnai háború ára nem egyforma az Atlanti-óceán két oldalán. Majd úgy folytatta, ha azt akarjuk, hogy az európai ipar túléje a háborút, gyorsan kezelnünk kell az európai energiaválságot, ezért ideje újraértékelni a szankciókat. Ha ez így megy tovább, egész Európa belegebed. Az európai gazdaság beleroppan a saját szankcióiba, ezt még szeptemberben mondta a miniszterelnök. A kormány az első szankciós csomag bevezetése óta következetesen kiállt azok ellen. Szerintük ugyanis azok nagyobb kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Orbán Viktor többször is hangsúlyozta, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Úgy látszik, hogy ez utóbbi témában is egyre több vezető európai politikus véleménye kezd megváltozni. Macron elnök ugyanis egy minapi interjúban azt is mondta, Vladimir Putinnak van olyan igénye, ami megfontolandó és tárgyalni kell vele a háború leállításáról. Preparé. Érdemes például beszélnünk a Putyin elnök által hangoztatott biztonsági aggályokról, amelyek a NATO közelségéből fakadnak. Készen kell állnunk szövetségeseink védelmére, közben ki kell találnunk, hogy milyen garanciát kínálunk Oroszországnak, mondta a francia elnök, aki úgy fogalmazott, arra az esetre, ha az orosz elnök beleegyezne a tárgyalásba, a nyugatnak át kell gondolnia, hogy meg tudja-e adni Oroszországnak az általa követelt biztonsági garanciákat.